Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Danuka rejtvénycsomagja ismét itt van, és a Time Cities nevezetű játékkal játszunk most már másodjára. Ugye emlékeztető, ez az a játék, ami egy kicsit kapukdójás a többiekhez képest, mert ebből több epizódot fogunk látni és mutatni nektek. Másrészt pedig ez más emberke készítette. Ő itt Bátorka. Nagyon aranyos kis cicuska, remélem, hogy jól tudom mutatni nektek, tehát ő így Bátorka, és akkor játsszuk a játékot. Tehát ezt egy másik emberke készítette, nem az a lengyel srác, aki ugye az eddigi adásunkban az összeset, és ugye akik esetleg emlékeznek a szabályokra, azok tudják, hogy mire kell itt nagyon figyelni, akiknek nem, azoknak nagyon gyorsan az ismertetésképpen. A lehető legnagyobb városunkat kell megépíteni, úgyhogy a különböző büntető pontok, amiket a macska alatt láthattok, azok ne érjék el a skálának a legvégét, mert az jelenti a játéknak a végét. A büntető pontokat úgy tudsz jóvá írni, hogy, hogy vannak ilyen blokkok, amelyekben találhatóak színes épületek. Ezek a színes épületek nem kerülnek ki büntetésre, tehát büntető pontokat ezért nem szerzel. Viszont jóvá tudsz írni, hogyha különböző elemekre így lehet próbálgatni, és a különböző elemeknél mutatja, hogy melyekre milyen hatásokat ad. Itt például két előző. Most elsősorban inkább most kezdődik kéne a narancssal valamit. Látod, hogy csak 90 fokban tudod forgatni a figurát. De elsősorban a narancssal kéne kezdeni valamit, de kéne az van, hogy pont úgy vannak a narancs színek, hogy nem tudok valamit kezdeni. Úgyhogy... Most kénytelen vagyok egy olyan helyre lehelyezni ezt a blokkot, semmit mondó környék lesz. Zölddel nagyon jól állok, tehát azzal most nem szükséges most a pontszerzés, még a kékre is azt mondom, hogy igazából kifér, a sárgára kéne pontot szerezni, de hát ebből nem fogok. Lilát most ugye egyáltalán nem kapok. Jó, hát igen, most jön az hogy igazából itt a kékkel nem kapok winti pontot, ezzel ezt tudom elérni a kékkel. Ez tűnik a legszexisebb megoldásnak, hogy így fogalmazzam. Viszont ezzel kicsit hátrányba sodrom a lilát, mert kevesebb helyet adok neki. Nincs más ötlet, ez viszont tökéletes lesz valahova, én láttam egy perfect fit. Ide. Két sárgát le tudok belőle venni, ez nagyon jó. Ebből viszont csak egyet tudok leszedni, ez bőven jó nekem. Ez a lényeg, és itt a következő sárga is ráadásul minden irányba felhasználható. Van benne egy sí is, úgyhogy ez gyakorlatilag így pillanatok alatt lezárja a lehetőségeimet, csak is kizárólag berakom. Nézzük a következőt, ez egy kék. Kékkel még jól állunk, bár azért jóváírásokat kell vele szerezgetni. A zöld is azért azt mondom, hogy ez rendben van. Lassan kezdenek megint a büntetőpontok a krízis helyzetbe érkezni. Szerintem most itt látom nagyon szükségét a kéknek, vagy valamilyen színesnek. És pont úgy raktam, hogy ez ne legyen ide jó. Hagyjam meg. Viszont ez ide jó, és ez egy perfect fit. A kérdés az, hogy jobban
megéri ezt, vagy inkább mondjuk ide rakjuk, ahol ahol mondjuk a sárgától kapok büntit, viszont a másik kettő nagy bajtól nem. Tehát a kék is úgy rától. És ezt jól ki tudnám használni, úgyhogy legyen inkább ez a megoldás. Sinek miatt jobban tudom ezt használni. Lassan érne egy depó nekem. Na most depó. Narancssárgából eleve nem kapok, viszont most az a nagy kérdés, hogy akarok-e pontot szerezni belőle. A lilából hogy állok, hogy mennyire temethetem el mondjuk ezt a blokkot? Ez a kérdésem. Sin az van. Sőt, itt még jóvá is tudok írni magamnak egy sárgát, és lehet, hogy ez lesz nekem a megfelelő megoldás. Várja, megnézzük ezt, hogy mi újság. Egy sárgát, még egy zöld, kéket tudok jóvá írni. Hát ez néz ki a legjobban igazából. Itt ugye mindenből kapok, itt viszont ugye nem kapok büntető pontot a narancsból, ezt ugye eleve tudjuk, viszont itt a kéket és a lilát jóvá írja nekem a rendszer. Legyen ez. Egy narancssárga, ez viszont tökéletes ide is, ez egy perfect fit. Bár mondjuk ennek egy hátránya van, a narancssárgát azt most nem tudom kihasználni ebből a szempontból. Tehát neki nem segítek, várjál. Megint ugyan az, hogy ide nem tudom rakni. Viszont perfect fit. Legyen ez perfect fit, ez tökéletes volt ide. Na nézzük a lilát. Adekvát ide, viszont most már ott vagyok, hogy a kékkel kéne lassacskán dolgoznom. Ez nagyon jónak néz ki. Ha elfordítom, még jobban ki tudnám használni, én azt gondolom, úgyhogy legyen ez. Oké, egy kék. Mivel járok a legjobban. Zölddel még jól vagyok szerintem. Ez itt egy nagyon jó lépés lenne. Csak így elvágom a villamos sínt, ez a baj, hogy ezzel. Itt is elvágom a villamos sínt. Hát még mindig ezt látom a... Ezt látom a legjobbnak. Hogyha azt a részét is figyeljük, hogy a villamos sín is azért így jó pontokat ad. Legyen ez. Na, opári, ez viszont jó ide. És ez nagyon jó pontokat is ad nekem. Nézzük. Mondjuk lehet, hogy jobban örültem volna ehhez, mert akkor össze tudtam volna itt kapcsolni. Nem baj, jön még majd ilyen dolog. Sárgával dolgozni kéne. Ezzel járunk a legjobban, én azt gondolom. Na most nem kapunk büntető pontot. Ezzel eleve itt lezártuk itt a lehetőség. Ja nem, ez eleve itt volt, jó, akkor... Olyat kapok persze, ami egy kicsit... Ne
kettő zöldet jóvá tudok írni, de azzal vagyok a legjobb helyzetben őszintén, tehát igazából nem érzek rá nagy szükséget, hogy ezt most jóvá kéne írni. Jó, be vannak ásva a narancsok megint. Ez a nagyobb bajom. De kapok most egy narancsblokkot is, és ez lehetőleg, és mellette még egy kéket is, tehát ezt úgy kéne lehetőleg, hogy... Ja, és kapok egy villamosint is mellette. Hú-hú-hú! Szeretném megérteni. Ja, aleve van nála villamosint, úgy értem a úgy kapjuk meg vele a dupla pontot. Értem. Jó, ez ide, ez nem lehet máshova, csak ide. Viszont ezzel ugye nem tudjuk kihasználni teljesen a kék-sárgát, amit így akartam mondani. Meg nagyon közel van egymáshoz a többihez. Szóval ez sem egy rossz meg. Ha ezt ide rakjuk. Szóval azon kell gondolkodni, melyik a... Szerintem, ha így csináljuk, akkor... De hol vannak a sinek két széle? Jóvá tudunk írni vele. De lehet, hogy azt mondom, hogy a lilát azt jobban megírni. Viszont ugye csak egyet kapok vele, tehát ez igazából annyi, hogy nem ír nekem bünti pontot. Csak ezzel járok a legeslegjobban, viszont most már a lilára oda kell figyelnem. Nem büntet. Villamosi miatt választom ezt a megoldást. Na és akkor most kapok egy lila blokkot. Egy villamos sín. Hát most ezt látom a legjobb megoldásnak, de nem ez lett volna a legcélra vezetőbb, talán azt mondhatnám. Lassacskán azért lehet érezni, hogy van benne egy kis stratégia ebben a játékban. Ez nagyon jó ide beillene, viszont az a baj, nem érek vele túl sokat. Viszont ezzel jobban járok, mert ugye eleve van egy jóváírás, illetve eleve nem kapok büntit amiatt, hogy van ebben egy kék ház, vagy bocsánat, lila ház, viszont azért meg még inkább nem kapok büntető pontot, hogy a lila az ugye csatlakozik a sárkaházhoz. Úgyhogy így viszont jóváírásra kerül ez a pont, úgyhogy ezt választom. Pici háromszög. Tökéletes fittel ide beillene. És csak ez az egy megoldás számít. Itt viszont ugye csúnya lesz ez a része a villamosinek miatt, és még jóváírást is kapok a narancs részről, úgyhogy ez ide kívánta magát. Még egy perfect fit? Nézem ezt. Ó, ez jobban fizet. Ez jobban fizet. Ezt inkább. Jobban nézett volna ki, csak kevésbé fizet, ha ebbe rakom be. A tekintetben, hogy ugye a bünti pontok tekintetében. Lila és narancssárga kombó. Ez nagyon jól néz neki.
ez meg még inkább. Á, értem. Akkor, hogyha villamos sínnel rakod le, akkor duplán kapsz jóváírást. Értem a dolgot. Tehát, ha villamos sín ívére rakod, mint például most, akkor ugye akkor dupla jóváírást fogsz kapni. Ez volt itt a legszebb megoldás, én azt gondolom. Mert a kettőből nehéz döntenem. Hát vagy ez, vagy ez. Mennyi helyünk van a kéknek attól? Ez igazából van sok. Igazából inkább azt kell nézni, mennyi négyzetes hely van, mert azokba könnyebb pakolni. A zöld az nem fáj, ha most kapok belőle. Emiatt döntöttem ebben az irányban inkább. Ez nagyon beillett ide. Na. Áj, basszus! Ez viszont így tökéletes, és itt ugye kapok egy villamosit. Na, egy lila. És mi van ekkor? Csak a zöldet kapom jóváírásnak. Hát remélem van ennél jobb megoldás. Ez jó ide. Legyen ez. Körülbelül ugyanazt a blokkot kapom most. Még mindig csak egyetlen egy villamos depóval vagyok ellátva. Viszont itt van egy kis probléma ezzel, nem tudom összekapcsolni, tehát itt most meg kell oldanom az összekapcsolását. Jóváírandó pontok. Lassacskán a zöld az, amivel kell egy kicsit dolgozni, küzdeni. Semmi nem csinálok. Kettő kéket jóvá írok, és azért az nem lesz, nem hangzana rosszul. És kéket írok jóvá. Értem, ha villamosin határolja, akkor azért kapsz dupla pontot, viszont ez itt jobban néz ki. Legyen itt. Ez egy kicsit nehezebb döntés volt. Beillene ide, viszont villamos sínes. Parkot kéne most már szednünk mindenképpen. Ez nagyon jól néz idénkben. Viszont így nehezíti azt, hogy milyen blokkokat rakhatok ezekre a részekre. Itt csak sárgából kapok bünti pontot, semmi másból. Ez minden más esetében ilyen. Az a baj, hogy berakok egy plusz villamos sínt, aminek nem érkezik. Hát
igen, ezzel a játékkal tényleg el lehet lenni a végletekig. Legyen ez. A legszexisebb megoldás. Hiszen most már dolgozni kell a sárgára. Most már megint azzal a bajjal vagyok, hogy kell a sárga. Az a baj, egyre kevesebb az a felület, amiben hozzá tudok érni sárgát, illetve nagyon kevés az a felület, ahol a sárgával tudok kontaktba lépni. Ez a legjobb megoldás, amit úgy veszem észre, mert itt csak a zöldre kapsz bünti pontot. Fordítva. Villamos sint is kapok mellé. Eleve ott a kék az el van zárva. Legyen ez egy nagyon nagy sárga blokk. Szerintem egyébként ezért imádkoztunk, hogy legyen egy sárgánk. Hát ez fizet a legjobban. Ellenben viszont most már tényleg a zölddel kell dolgozni. Megjött a második depó. És irányban is tökéletes egyébként. Csak a másik kérdés, hogy hova rakjuk úgy, hogy tudjuk is használni a villamost. Pont úgy vannak, hogy ezeket nem tudjuk használni. Mi legyen? Hát mondjuk itt pont egy zöldet jóvá tudok írni, viszont túl sokra nem megyek a villamos sinek tekintetében. Itt viszont két zöldet is alá tudok írni. Ez sokkal szükségesebb megoldás. Most kényszerhelyzetben voltam. A másik irány. Ez ide jó. És veszünk is le tőle pontokat. Most mindenképpen el kell kezdenünk a jóváírásokat, mert kezdenek elszállni a lehetőségek. Lilából nem, zöldből nem kapok, és azt kéne most javítanunk. Már mondjuk lassacsán a kék is oda olyan szituba kerül, úgyhogy sajnos ezt most kénytelen vagyok ezt a lépést meglépni. Én még ebben gondolkodom állni, még lehet, hogy ez is még egy kicsivel jobb is. Ez egy jobb megoldás, azt hiszem. És itt is ugyanazt érem el, ha így rakom. Legyen ez. Egy park. Viszont jobbá... ez nagyon jó. Itt mit kapok? Egy darab zöldet csak. Itt is egy darab, így is egy darab zöld. Viszont ez azért nem jó. Az a baj, jobb ez a megoldás, mert két zöldet ír jóvá. Tehát itt jóváírást is tudtam szerezni vele.
nézzük a következőt. Mina. Hát itt igazából az lenne a legjobb feladat, hogyha itt most úgy... Oh. Pont a lilában nem kell egyébként jóváírás. Tehát... Tehát lehetőleg ezt úgy kéne, hogy... És elsősorban kék vagy... sineket, hogy melyikből szerzek jóváírásokat. Hát én csak stabilizálom a mennyiségét. Itt kettő lila, pont az nem kell nekem. Várja, itt ezzel tudok. Ezzel tudtam a legjobban lépni. Na, még egy depó. Itt kapok egy jóváírást a sárgának. És emellett kapok sínt is. Wow, viszont itt... Igen, kell a zöld is. Kezd probléma lenni, kezd itt baj lenni. Jön az a baj. És kezd itt probléma lenni abból, hogy... A másik irány francba. Mindenképpen a kékre rá kell valahogy támaszkodni, mert most már kezd baj lenni. Adásidőben is, úgyhogy akkor innen folytatjuk a következő adásunkban, úgyhogy következő adásunkban folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!